Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Befogadlak, fontos népszerűsíteni a nevelőszülői intézményt. A farsangi időszak legnagyobb eseménye a Völgységben, 42. alkalommal báloztak a székelyek. Közbiztonság a legnyugodtabb megyék között Tolna. Adatvédelem, a szakértők a közösségi oldalak veszélyeire figyelmeztetnek. Tolnafej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A nevelőszülők segítő kezet nyújtanak a rászoruló gyermekeknek, tehát a nevelőszülőség is azt mutatja, hogy a gyermek a legfontosabb, hangsúlyozta az Emmi Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára kedden a Lehetetlen Nincs országos programsorozat szekszárdi állomásán. Ma Magyarországon 23 ezer gyerekről gondoskodik a gyermekvédelmi szolgálat. Ők azok, akik otthonokban élnek, vagy átmenetileg nevelőszülőknél igazi családban. A Lehetetlen Nincs a nevelőszülői hivatást népszerűsítő országos kampányt azért indították el, hogy be lehessen mutatni a másért való élet hivatását, mondja Fülöp Attila államtitkár a program szekszárdi állomásán, amit a Babics Központ rendezvénytermében előadásokkal, beszélgetéssel és fellépésekkel tarkítottak. A nevelőszülői programnak a természetes elvárása az, hogy minél több nevelőszülő legyen Magyarországon. Mint egy 5200 nevelőszülővel kezdtük meg a tavalyi évet, szeretnénk, hogyha a program hatására emelkedne azoknak a száma, akik ismerik, akik elismerik ezt a hivatást, és akik adott esetben pedig jelentkezni is tudnak. Van itt egy nyilvánvalóan minden szakmában meglévő előregedés, ennek az utánpótlását szolgálja, másrészt pedig azt, hogy a gyerekvédelemben lévő 23 ezer gyermek minél nagyobb része legyen az, aki meg tudja tapasztalni a családban való felnevelkedés lehetőségét. 2014-ben a kormány bevezette a speciális foglalkoztatási jogviszonyt a nevelőszülők részére, továbbá 2020. január 1-től indul a nevelőszülői GYED. Tolna megyében 131 nevelőszülő 400 gyermeket nevel. A kormány felismerte, mivel nem most, hanem már régebben, de most jutott el szerintem a gazdaság is arra a szintre, hogy anyagilag is tudja ezt a hálózatot támogatni. A lényeg az, hogy minden magyar kisgyermeket megillett a családban élésnek a lehetősége. A Lehetetlen Nincs program keretében rajzpályázatot hirdettek a gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél élő gyermekek körében. A Babics Központban tartott népszerűsítő napon a legjobbnak ítélt pályamunkákat is díjazták. 42. alkalommal tartottak Székely Bált Bonyhádon, az esemény már olyannyira népszerű, hogy rövid idő alatt elkapkodják az összes jegyet. Az idei alkalom attól volt különleges, hogy a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége éppen 30 éve alakult. Valami a 1978-ban tartottak először Bonyhádon Székely Bált. Akkor persze még nem ezen a néven. Egy bukovinai székely táncsoport országos televíziós sikere adott lökést a nemzetiség tagjainak, hogy bátran megéljék saját kultúrájukat, és ez a folyamat a mai napig tart. Öröm látni azt, hogy ebben a hagyományőrzésben, egyáltalán az identitás vállalásában a fiatalok is benne vannak. És szerintem, hogyha a mai gyerekeket is megkérdezik, hogy ki milyen nemzetiségű, vagy melyik népcsoporthoz tartozik, akkor a székelyek büszkén vállalják a székelységüket, és jó látni egyébként azt is, hogy a németek szintén. 1989-ben, mintegy 30 évvel ezelőtt megalakult a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, hogy mindegy ernyőszervezetként összefogja a világ székelységét. Már a 45 tagszervezettel működnek, köztük 11 külhonival. Bebizonyította ez a 30 év, hogy a létjogosultságát ennek a szövetségnek, hiszen a feladata főleg arra összpontosult, hogy programokkal lássa el, összefogja a csoportokat, és mindenképpen egy olyan támogatást adjon, hiszen főleg a mai időkben, ugye, amikor pályázatok meg egyebek is közre játszanak ahhoz, hogy sikeres legyen egy csoport. Tehát ennek a funkciónak is mindenképpen meg szeretnénk felelni. A 30 éves jubileum a programokban is vissza fog köszönni. 2019-ben számos eseményt szerveznek a székelyek, köztük ezúttal székely énekverseny is lesz novemberben.
óvodát újítana fel és járdát építene Tolna, a Paksi Atomerőmű Térség Fejlesztési Alapítványának pályázata segítségével. A tolnai önkormányzat az elmúlt években rendre nyert ezeken a pályázatokon, a pénzből pedig a város óvodáit újították fel. Most is tervezik a forrás egy részéből, az Aprajafalva óvoda vizes blokkjait akarják újjávarázsolni, a pénz másik részéből pedig folytatnák a járdaépítési programot. Arra gondoltunk, hogy egy 20 millió forintot ebből a pályázati keretből arra költenénk, hogy azt az óvodát tovább felújítsuk. A járdaépítés is már évek óta részben jövőnként energiaért alapítványos támogatásból valósul meg. Ugye a tavalyi évben egy 60 millió forintos Bajcsilinszky utca, Szekszárdi utcai járda felújítás volt, és ezt szeretnénk folytatni, tehát gyakorlatilag két rész van még, a Kossuth-Lajos utca legeleje, és a volt 11-es előtt, ezt így mindenki tudja, ami gyakorlatilag most még nincs felújítva. A Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett pedagógus kutatói pályadíj pályázat keretében dr. Bechtel Helmut Hermann a Garai Gimnázium tanára elnyerte az elismerést. A díjat olyan általános és középiskolai Magyarország és határon túli pedagógusok kapják, akik az oktatási nevelési tevékenységen túl kutatói, rendszeresen publikáló, tudásmegosztó tevékenységet is végeznek. A díjban az idei évben mindössze 13-an részesültek a Magyarország és határon túli intézmények közül, 11-en pedig középiskolai, 2-en általános iskolai tanárok. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Magyarországon 6 év alatt több mint 44%-kal csökkent a nem megfelelő fűtéssel rendelkező háztartások száma. 2011-ben a háztartások 12,2%-át érintette a probléma hazánkban. Addig ez az arány 2017-re 6,8%-ra, 6 évvel ezelőtti adat közel felére csökkent, ami többek között a rezsicsökkentés sikerét is mutatja. Mindemellett a KSH legfrissebb adatai szerint a hazai háztartások tekintetében 2010 és 17 között a legnagyobb változás a lakás fenntartásra és háztartási energiára jutó kiadásoknál történt, ugyanis 7 év alatt 20,6%-kal csökkent az erre fordított összeg. A legnagyobb internetes böngésző a Google és a közösségi oldalak adatvédelmi kockázataira figyelmeztet a szekszárdi törvényszék szakértője. Ezek az oldalak személyes adatnak minősülő információkat kérnek a felhasználóiktól azért, hogy használni lehessen őket, a képeinket pedig akár el is adhatják. A Facebook és az Instagram egyik legfontosabb funkciója már a megjelenésük óta a személyes fotók feltöltése. Több milliárd ilyen fájlt tárol mindkét közösségi oldal. Amikor valaki ezekre regisztrál, el kell fogadni egy adatvédelmi nyilatkozatot, amiben benne van, hogy az oldalak akár el is adhatják a felhasználók képeit. A Facebooknak a kezelője kereskedelmi tevékenységet folytathat. Ezért én nem tartom célszerűnek gyermekfotóknak a feltöltését sem. A Google-t több milliárdan használják naponta. Az első használatkor ezen az oldalon is el kell fogadni a felhasználói feltételeket. Ebben a szolgáltató le is írta, hogy a Google úgynevezett sütiket használ. A másik veszélyforrást éppen ezek jelentik a szakértő szerint. Az úgynevezett sütiket alkalmaz az oldalnak a használója. És csak ezeknek az elfogadását követően van arra lehetőség, hogy bármilyen tevékenységet végezzünk ott. A sütik olyan fájlok, amiket a weblapok helyeznek el a böngésző számítógépen. A sütik abban segítenek, hogy a weblapok felismerjék, hogy korábban letöltötte már őket egy kliens számítógép. Emiatt jelenthetnek adatvédelmi kockázatot, mert mások mellett olyan adatokat is tárolni képesek a felhasználóról, mint hogy melyik országból, milyen számítógéppel internetezik, és hogy korábban milyen internetes tartalmakat böngészett. Bokorban talált bortól lett rosszul 2 10 éves paksi fiú, a gyerekek másfél liter bort ittak meg ketten, mielőtt egyikőjük ájultan esett össze, csak a szerencsének köszönhető, hogy a rendőrök és a mentősök hamar a helyszínre értek, a fiúk azóta már jobban vannak. Ezen a játszótéren bújt el a két fiú, hogy megigyák a bizonytalan eredetű 2 üveg bort. Hogy honnan szerezték egyelőre nem lehet tudni, az biztos, hogy mind a másfél litert elfogyasztották, nem jutottak messzire. Ezen a másik játszótéren egyikőjük összeesett. A mentősök és a rendőrök hamar a helyszínre érkeztek. A mentősök azt állapították meg, hogy a gyermek vagy tudatmódosítószer hatása, vagy pedig alkohol hatása alatt van. Azonnal megkezdték az életmentést.
amely természetesen szerencsére sikerült is. A fiúkat miután kórházba szállították őket, és jobban lettek, kihallgatták a rendőrök. Kiderült, hogy egy harmadik, 10 év körüli gyerek szintén ihatott a borból, amit a saját elmondásuk szerint egy közeli bokorban találtak. Úgy tudjuk, a rendőrség most azt vizsgálja, hogy a fiúk valóban találták-e a bort, vagy valakitől kapták azt. Kiemelt szerepet töltenek be a közterületek és az azokon tapasztalható biztonság érzet a rendőrség munkája során. Erről beszélt Kovács Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság rendészeti főkapitány helyettese a Tolna megyei bűnmegelőzési tanács soros ülésén. Főkapitány helyettes szerint az országnak ezen a része hosszú évek óta legnyugodtabb, legbiztonságosabb megyék közé tartozik. Az objektív adatok is ezt a mondatot támasztják alá, mivel én egyetértek, hiszen itt nyugodt, biztonságos közterületi megyék közé tartozik a Tolna megye, és ugye hát ehhez azért sok mindent meg kell tenni nap mint nap. Nehéz megjósolni a korábbi adatok alapján, hogy milyen évet várhatunk a mezőgazdaságban. A rapszódikus időjárás ugyanis keresztül húzhatja a statisztikailag becsült előrejelzéseket. Eddig úgy tűnik, az enyhe tél nem a csapadékmentes időjárás, azonban okozhat még fejtörést a gazdáknak. Tavaly az enyhe január és február után rendkívül hideg következett. Március elején mínusz 17 fokot mérhettünk Szekszárdon, majd meleg, száraz és rendkívül csapadékos időszakok váltották egymást az év során. Már azt jósolták a mezőgazdasággal foglalkozók, hogy ez negatívan hat majd a napraforgóra, kukoricára, szőlőre, de végül nem így lett. Igaz ugyanakkor, hogy a későn betakarított búza csak takarmány minőségű lett, mondja Kővári László gazdálkodó. Úgy véli, a mostani enyhetél nem, a csapadék hiány azonban okozhat még fejtörést a gazdáknak. Még mindig nagy vízhiánnyal számolunk, ebből adódóan, hogy az október, november, december nagyon száraz volt, és már korábban is említettem, hogy ha ez a tél második felének a január, február, március hónapja csak átlagos lesz, azaz egy 40 mm körüli, akkor is 80-100 mm hiányzik a talajból, olyan szempontból, hogy megfelelő mélységig fel legyen töltődve. Hát ez sajnos előjelekben nem igazán jó. Kővári László azt mondja, a szőlő ültetmények jól tereltek, termékenyek, mert a hosszú őzben be tudtak érni. A levél természetes módon hullott, és nem a fagynak az eredményeként, és hát jó előjelekkel. És most már várjuk abból a szempontból jó időt, hogy a metszéseket el lehet, sőt el kell kezdeni, hogy időbe addigra, amire már az egyéb műveletek jönnek, addigra meg tudjuk vetszeni a szőlőültetvényeinket. Az előrejelzések szerint a következő napok sem ígérnek hideget, marad a szokatlanul magas, 6-10 fokos meleg, és jelentős csapadék sem várható. A régió híreivel folytatjuk a híradót. 11. alkalommal rendezték meg Selyén a Fehér Hurka Fesztivált, Erdélyből is érkeztek versenyzők. Téli Balatont népszerűsítik, amatőr és profi vitorlázók vágtak neki a jeges tónak. Megújul a vízilabda utánpótlás nevelés, a pécsi Lukács Gergely lett a junior válogatott másodedzője. Ismét megtelt Selyén az Ormánság közösségi ház udvara, finomabbnál finomabb ételekkel. Február 2-án szombaton rendezték meg immár 11. alkalommal az ormánsági Fehér Hurka Fesztivált. A megye számos településéről érkeztek csapatok, hogy versenybe szálljanak. Kötelezően fehér hurkát, véres hurkát, kolbászt és másfél kiló húst kellett leadni a versenyzőknek. Olyan jó volt a hangulat, hogy az asztalon is táncoltak a Selyei Fehér Hurka Fesztiválon. A rendezvénynek idén is nagy sikere volt. A környező településekről is sokan látogattak el szombaton Selyére, de volt olyan is, aki a határon túlról, Erdélyből érkezett. Nyarát Selyéről érkeztünk, innen a selyeiek hívtak meg, innen kaptunk meghívást, már harmadik éve, hogy itten vagyunk, részt veszünk ezen a fesztiválon. A fesztiválon Horváth csapat is részt vett. Tőlük azt is megtudhattuk, hogy miben különbözik a magyar és a horvát disznóvágás. Mi horvátok nem csinálunk fehér hurkát, tehát nálunk ez nem ismeretes étel, a fehér hurka. A másik pedig az, hogy nálunk a horvátoknál minden esetben a disznóvágáskor van töltött káposzta, amit ugye frissen készített kolbászhúsból és az abalével fölöntve főzünk meg.
A tájegységre jellemző hagyományos disznóvágási étel a fehér hurka köré szervezett fesztivált idén is a Selyei Közösségi Ház udvarán tartották. 11. alkalommal rendezzük meg, mindig jól hangulatban, mindig nagy örömére a résztvevőknek, és azt kell még tudni arról, azon kívül, hogy nagyon jó hangulat, hogy egy helyi jellegzetességet, az ormánysági disznóvágáshoz tartozó fehér hurkát mindenkinek kötelezően el kell készíteni, és vásárolni is tudnak az ide látogatók. Ez a fehér hurka csak itt az országban, csak itt hozzáférhető. Ez a miénk. A fesztiválhoz hozzátartozik még a regionális ormánysági pálinka verseny is, amelyen idén 44 fajta pálinka indult. Február 1-től lehet szavazni az Európai Évfája verseny jelöltjeire, amelyek között a pécsi havihegyi mandulafa is szerepel. A Havas Boldogasszony templom előtt álló növény 2018-ban a hazai évfája verseny nyerte meg, így kerülhetett be az európai szintű megmérettetésbe, mellette 14 másik fa is versenyben van, jelenleg azonban már több mint 5000 szavazattal vezeti a listát a pécsi mandulafa, a voksolás február 28-áig tart, az eredményeket pedig március 19-én hirdetik ki. Szeretnénk, hogyha újból szavaznának, ezúttal a nemzetközi oldalon, a Tree of the Year oldalán, és ott kellene kiválasztani a mandulafát, és várjuk a szavazatokat, és köszönjük az együttműködést, mert már is nagyon sok civil szervezet, és nagyon sok magánszemély felkarolta ezt az ügyet, és osztják a honlapjaikon, illetve több közös programot is tervezünk majd a partnereinkkel és iskolákkal a kampány során. Megkezdték a nád vágását a Kaposvár melletti Deseda tónál, mivel a víz nem fagyott be, csak ritkítani tudják a növényt, a tervezett mennyiség 60-70%-át tudják kivágni. A munka a vízminőség és a növényzet megújulása miatt is szükséges. Aratógépek helyett kézi eszközökkel vágják a nádat a Desedánál. A városgondnokság vezetője elmondta, a hideg évszakban mindig elvégzik ezt a munkát, idén azonban nem tudják a tervezett mennyiséget, a teljes nádat kivágni. Sajnos a mostani időjárás az ennek a fajta munkának nem kedvez, hiszen az lenne nekünk ebből a szempontból a megfelelő, hogyha befagyna a Desedának a vize, és akkor a jégre rá tudnának menni. Így viszont, hogy nem fagy be így a félméteresnél, nagyobb mélységnél már nehezen tudják megoldani a nádvágást, ezért körülbelül a tervezett munkáknak a 60-70%-át tudják elvégezni. A nádvágása, a növényzet megújulása és a vízminőség szempontjából is fontos, mondta Herceg Attila. Mindig a téli időszakban a Deseda körüli nádterületeknek a vágását azt el kell végeztetnünk, hiszen maga a nád, hogyha nem vágjuk le és évközben elkezd rohadni, belekerül a vízbe, akkor a szerves anyagnak a mennyiséget növeli a vízben, és az felborítja az egyensúlyt, tehát az nem egészséges dolog. A munkákkal március 15-éig kell végezni, azt követően a vállalkozó elszállítja a kivágott nádat, amelyből komposzt készülhet. Többnapos túrán népszerűsítik a téli Balatont. 5 hajóval közel 40-en vágtak neki a hideg, jeges tónak, közöttük profi és kevésbé hozzáértő vitorlázók. Kiváló időjárás várta a vitorlázókat hétvégén Balatonlellén. 5 hajóval indultak útnak a résztvevők az első balatoni téli vitorlás túrán. Az robbanni A jeges élmény számos fotón örökítették meg a résztvevők. A csoportkép után közel 40-en szálltak vízre. Gerő András vitorlás szakújságíró és versenyző azt mondja, a túra ezúttal elsősorban a kikapcsolódást szolgálja. Nem csak az adrenalin pluszért jövünk ki, hanem azért jövünk ki, mert fúj a szél, gyönyörű az idő, és a víz nincs befagyva, tehát semmi nem akadályoz minket, hogy hajózzunk. Évről évre egyre többen bérelnek hobbiból hajót a magyar tengeren, amely már nem csak nyáron, hanem a szezonon kívül is népszerű. A kétnapos túrára tapasztalt és a vitorlázásban kevésbé tapasztalt résztvevők is érkeztek. A cél, hogy a téli Balatont népszerűsítsék. Ez egy olyan különleges élmény nyújt, illetve hát nem csak ez, millió egy olyan dolgot tudok felsorolni a téli Balatonon, ami élmény nyújt, mi ezeket az élményeket szeretnénk megmutatni. Tóth Balázs azt mondja, ma már nem elég csak a Balaton ahhoz, hogy turisták ezreit vonzák a települések. Olyan különleges programokra van szükség, amely télen is megmozgatja és utazásra bírja az érdeklődőket. December 2-án 32 egység nevezett a vitorlásversenyünkre, egy-egy hétvégén több száz ember korcsolyázik a műjégpályánkon, az élményszaunákba sokszor helyet kell foglalni, hogy beférjenek. Tehát azt gondolom, hogy sikeresek ezek a kezdeményezések.
A túrán a hideg, jeges víz sem akadályozta meg Tóth Balást és Bagyó Sándort, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetőjét, hogy megmártozzanak a Balatonban. A Magyar Vízilabda Szövetség célja a hagyományok tisztelete mellett a szakmai megújulás. Az elnökség a napokban döntött az utánpótlás nevelés új alapokra helyezéséről. A junior válogatott másodedzőjének a pécsi Lukács Gergelyt nevezték ki. Lukács Gergely mindig is Pécset vízilabdázott. Szerepelt korábban az OB2-ben, az OB1B-ben, majd a legjobbak között is. 20 éves kora óta edzősködik. A PVSK meccsek fűszért vezetőedzője, a PSN ZRT vízilabda szakosztály vezetője. A Vári Attila vezette Magyar Vízilabda Szövetség január 31-én sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az 1999-2000-es korosztály válogatottjának edzője Kemény Kristóf lesz a folytatásban, akinek a munkáját Lukács Gergely segíti februártól. Nem akármilyen feladat ez, tehát hogy a közvetlenül a magyar felnőtt válogatott utáni korosztályt irányítani, ugye ez a 99-2000-es születésűeknek a junior válogatottja, ráadásul mindjárt ledobnak bennünket a bevetése, hiszen ugye alig fél év múlva itt junior világbajnokság van, úgyhogy nagyon fontos feladatot kell elvégezzünk. Hát ahogy mondtam, azt az alázatot és azt a munkamennyiséget, amit én bele szoktam tenni a feladataimba, azt természetesen ebbe is bele fogom tenni. A Magyar Vízilabda Szövetség célja a hagyományok tisztelete mellett az utánpótlás nevelés szakmai megújítása. A szövetség erősíteni kívánja a generációk közötti együttműködést. Számít arra, hogy az idősebb korosztály tapasztalataival segíti a fiatalok munkáját, melyhez biztosítják a legmodernebb sportszakmai hátteret. Műsorunk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Befogadlak, fontos népszerűsíteni a nevelőszülői intézményt. A farsangi időszak legnagyobb eseménye a Völgységben, 42. alkalommal báloztak a székelyek. Közbiztonság a legnyugodtabb megyék között Tolna. Adatvédelem, a szakértők a közösségi oldalak veszélyeire figyelmeztetnek. Túlnyomó rész derült, napsütéses időre van kilátás, de reggel párásság, napközben némi fátyol felhőzet zavarhatja meg a napsütést, ismét fagypont köré, nagyobb részt pár fokkal az aláhűl hajnalra a levegő. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatalj.eu oldalon, vagy keressenek bennünket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket, viszontlátásra!